hogy el ne hervadjál, Molly! Azért ennyire nem akartalak lelocsolni. Muszáj, hogy elázzak, különben elhervadok. Sziasztok! Most elindulunk húsvétolni anyukámékhoz. Nagyon fontosak nekünk az ünnepek, azokat általában együtt töltjük a családdal, ez most is így lesz. Úgyhogy most anyukáméknál leszünk. Szeretjük a hagyományokat, ezért most is betartjuk az összes húsvéti hagyományt, amit ismerünk legalábbis. Ha gondoljátok, hogy kíváncsiak vagytok az előttünk álló ünnepre, hogy mi hogy töltjük, akkor tartsatok velünk. Jó reggelt, Mollika! Hello! Képzeld el, hallottam, minthogyha a nyuszi fülei összecsapódnának, meg a tappancsait hallottam, ahogy szaladt kifelé a kertből. Megnézzük? Aha. Anyukám húsvéti sonkája a legfinomabb a világon. Ez soha nem maradhat ki. És itt a gyönyörű húsvéti kalács. Hát a reggelihez ez dukál. Hát boldog húsvét reggelt, Mókus! Boldog húsvét! Mit eszel? Sonkit. Ó, de jól néz ki. Na, az igazi húsvéti sonka, a kalács, tojást, retket. Azt vág ketté, és akkor úgy sokkal jobban mutat. Na, ha elkészültél, babám, akkor indulhat a tojáskeresés. Készen állsz? Aha. Szuper, ez mindig a legjobb móka ilyenkor húsvétkor. Na, itt van Mollika kiskosara bekészítve. Tessék, babám, itt a kosarad. Indulhat a tojásvadászat? Uh-huh. Na, babám, akkor kezdheted. Ez mindig nagyon izgalmas. Találtál valamit? Tojsi. Tojáska, ez az. Megvan az első. Itt az első fecske a kosárban. Na, mehet tovább. Keresés. Ott is van. Ó, még egy tojáska, ú, de szép. Ott is van, ez a nyuszi. Nagyon sok mindent hozott. Na, szívem, szerintem lesz még itt. Vagy hát én nem tudom végül is. Itt van! Úgy nem. Az mi? Oh. Hűha! A nyuszi megvariálta ezt a dolgot. Itt át kell menni mindenféle akadályon. Idén a nyuszi elég furfangos helyekre is tett ajándékot. Idén ez a nyuszi tényleg nagyon furfangos volt. Aztán nehogy az legyen, hogy valamit nem találunk meg, és majd karácsonykor jövünk rá, vagy jövő tavaszra. Ez mindig nagyon izgalmas, akárhány éves az ember. Na, van-e még? Hűha, na végre egy nyuszi is. Na, próbálkozzunk még erre is. Ez érdemes. Hát ez a nyuszi nagyon bőkezű volt. Hűha! Ó,
Az micsoda? Hot dog. Na hát ez a nyuszi. Nagyon tudja, hogy mit szeretnek a gyerekek. Ott is van. Mit találtál, babám? Nyuszi, nyuszi, de jó. Úristen, ez nagyon sok minden fog, még milyen nehéz. Hű, ez igen. Ez a nyuszi nagyon bőkezű volt. És lehet, hogy még nincs is vége. Nézzünk meg minden helyet, nehogy aztán itt megromoljon valamelyik bokor alatt. Húha, ez igen. Ez a nyuszi. Fantasztikus. Jól nézél körül, babám? Nagyon furfangos helyekre dugta el most idén a nyuszi. Molly a rengetegben. Próbálja keresni a tojszikat. Na, én látok valamit. Kérdést, te megtalálod-e, babám? Ó, mit találtál? Ez a nyuszi? Ilyen savanyú cukros. Ilyen gumicukor. Hát nagyon jó. Akárki akármit mond, ez mindig nagyon jó szórakozás minden életkorban. Na, mi újság? Szerintem megvan az összes. Megvan az összes. Hát ez a nyuszi, egy szavunk nem lehet. Hogy bírja el ezt a sok mindent? És hány gyerekhez megy, gondold el? De hát, ha Mikulás bírja, akkor a nyuszinak is bírnia kell. Íme anyukám csodaszép dekorációja, a feldíszített barka, ezt minden évben megcsinálja, és annyira szép. Még itt is vannak tojáskák, és az egész barka fel van díszítve. Gyönyörű tojásokkal. Minden húsvétkor ide kiteszi, és annyira szép. Na, babám, nézzük, mit hozott a nyuszi. Azt a mindenit! Te jó ég! Ez a nyuszi aztán tényleg nagyon bőkezű volt, nem is nagyon tudok erre mit mondani. Na, babám, hát akkor ezt majd beosztod, mert nyilván egy-két nap alatt ezt nem lehet megenni, különben cukorsok lesz a vége. Na már, ki is próbálja Molly az elsőt. Mi ez, Mollika? Ilyen rágó, ami ilyen tubusban van. Tubusos rágó. És ilyen nyelvszínezős. Nyelvszínező? Na nézzük, megszínezi tényleg a nyelved. Kékre fogja színezni? És tényleg! Ez de jó! És tényleg megszínezte kékre. Nagyon klassz. Ó, hát ez mi? Mit találtál? Ezt a Dollynak hozta a nyuszi. Dollynak hozta? Ez a nyuszi, milyen rendes. De tényleg, akkor nézzünk még szét, hát ha van még. Hát ha. Itt is van valami. Ezt is a Dollynak hozta. Ezt is Dolly kapta? Az igen. A miénk a legvagányabb és a legrendesebb nyúl a világon, de na, tényleg. Na, most adjon neki. Oké. Okay. Na, hogy a kutyus is kap ajándékot a nyuszitól, hiszen ő is teljes értékű családtag. Hát szia, gyönyörűséges kutyus. Nézd oda, mit hozott neked a nyuszi. Nézd oda. Szépséges Dolly. Olyan szépen veszi el a kezéből. Nagyon. Olyan édes, drága kutya vagy, Dolly. Szia, te szépség! Hát nézd ide, de gyönyörű vagy! Most pedig jöhet a locsolkodás. Zúg a traktor, szánt a szeke. Kislányok, locsolni szabad-e? Hát ez nagyon jó volt, papa. Na gyere, Mollikám, hogy enne, ha elvagyjál. Azaz. Most már biztos nem hervadsz el. Na akkor most én jövök, én sem maradhatok ki a jóból, nehogy már elhervadjak. Jaj, köszönöm szépen. Na most már nagyon jó. Most már szerintem nem fogok elhervadni. Meg illatom is lesz egy darabig. Egy 3 napig, az ez biztos. Látod? Na lányok, most jön az igazi móka, de az már nem parfüm lesz.
nagyon jó volt. Hát ez a húsvét lényege, hogy el ne hervadjál, Molly! Azért ennyire nem akartalak lelocsolni. Molly élvezi ezt. Na babám, most őszintén ebben mi a jó? Nagyon meleged van? Hát kicsit. Molly élvezi, hogy lassan csuromvizes lesz. Muszáj, hogy elezzek, különben elhervadok. Hát végül is igazad van. Jó móka ez. Na. Vége van a locsolkodásnak, a slagos locsolkodásnak. Nagyon szépek vagyunk, tiszta csuromvizek lettünk. Igaz, Molly? Mollynak még itt a pólója is csuromvíz. De hát igazából ez a húsvét lényege, nem? Hogy ne hervadjunk el, hogy még jövőre is lehessen majd locsolkodni. Klassz lett. Hű, ez már nem hiányzott. Amikor anyukáméknál vagyunk, szeretünk átmenni Szegedre, mert közel van. Nagyon szeretjük ezt a várost, mert gyönyörű, mindig átmenjünk egy kicsit sétálni, fagyizni, ha más nem. Most is így lesz. Finom a fagyi, cicám? Igen, finom. De szép, ugye? Hát ez volt a mi idei húsvétunk. Megint nagyon jól éreztük magunkat, mint ahogy anyukáméknál mindig nagyon jól érezzük magunkat. És most először fordult elő, hogy csuromvizesek lettünk húsvétkor. Tehát ilyen locsolás még sosem volt, ez is új élmény volt nekünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok erre a videóra egy lájkot, ha tetszett, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok! Sziasztok.